Kovács Jurifők a kirkó-ezotérikus szabályterem vezetője. Amikor a nő megismerkedik egy férfival, akkor felteszi a rózsaszín szemüvegét. És úgy gondolja, hogy ezt a férfit én fel tudom húzni a saját szintemre. Mert ugye ma már a nők, nagyon sok ilyen pszichológusnak hála, úgy érzik és úgy gondolják, hogy ők magasabb szinten vannak több mindenben, mint a férfiak. Tehát a rózsaszín szemüvegében a nő elkezdi felhúzni magához a férfit, úgymond. Utána észreveszi, hogy ebben sem ért velem a férfi egyet, abba sem hasonlít az ízlésünk, ebbe sem ilyen, abba sem olyan. Rendben van, akkor ez a férfi nekem nem kell. Ő nem az, akire vágytam. Hiszen emberállatok vagyunk, és csak idő kérdése, hogy a gyengét mikor semmisítik meg, vagyis mikor rúgják ki a párkapcsolatból. Ez egy természetes kiválasztódás a mai világban is. Persze a nőkben ez nem tudatos, ez ösztönös. Ugye nem is egy nő, aki jön hozzám konzultációra, elmeséli, hogy nem is értem, hogy mi történt velem. Hiszen amikor megszerettem, annyira szerettem a férjemet, amikor találkoztunk. Fantasztikus ember volt, annyira tiszteltem. Milyen rendes ember, hetente hoz ma is virágokat, a gyerekeket elviszi óviba, ide-oda, ahova kell, gondoskodik róluk, takarít, főz, mos. Nem is értem, hogy miért szerettem ki belőle. Hát tulajdonképpen szeretnék elválni tőle, de akkor mi lesz a gyerekekkel? Kiviszi el őket tornaórára ide-oda, ki fog takarítani? Na, hát lehet, hogy mégsem akarok elválni. Nem is tudom, mit akarok. Na, de mégiscsak jobb lesz, elválok tőle, mondja a nő. Tehát saját maga sem érti ezt a folyamatot, amiben ő belecsöppent. És hogy miért történik mindez, és hogy miért válik el a férjétől. Hát bizony azért válik el, nagyon gyakran elmondom neki, hogy a férfi gyengének bizonyult. Köszönöm szépen, hogy megnéztek. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra. Viszontlátásra!